Az emlékesnek a szervezők a Szent Lesz örökké szent a sírgödör címet adták. Az idei év egy kicsit rendhagyó, azért, mert eddig megszoktuk, hogy mindig emlékműsorok vannak, de az idén úgy gondoltuk, hogy egy nyilvános történelmi órával fogunk megemlékezni és fejet hajtani az aradi vértanúk előtt. Csákies Piroska, a magyar kultúra lovagja elmondta, azért fontosak az ilyen emlékestek, hogy a mai nemzedék megismerje történelmi múltunkat. Én évtizedek óta részt veszek ezeken a megemlékezéseken, és minden évben tanulok valami újat felfedezek a megemlékezések kapcsán is, akár a levelekből, amit a kivégzett aradi vértanúk küldtek a hitveseiknek, vagy a hitveseknek a följegyzéséből, hogy hogyan fogadták, és hogyan élték túl ezt a tragédiát, mert végső soron azok személyes tragédiák, bár a nemzet tragédiája is. Pacsa Árpád történelemtanár felvázolta a történelmi eseményeket, és hogy mi is vezetett az aradi vértanúk kivégzéséig. Az aradi megtorláshoz szerintem az vezetett, hogy a Habsburgok példát akartak statuálni olyan szempontból, hogy tehát mindazokat, akik lázadni mertek ellenük, hát a legkíméletlenebbül kivégezték, és a legmegalázóbb módon, mert egy katona számára az, hogy Bitófán fejezte be életét, mint egy közönséges rablógyilkos, az egy megalázó büntetés nem volt, és Habsburgok ezt szándékosan tették így. Az aradi vértanú kultusza már a kivégzés napján kezdődött, hiszen már néhány órával a kivégzéseket követően nagyon sok gyászoló zarándokolt a helyszínre.